Nem minden napi ajánlkozás egy olimpiai bajnokok sorát nevelő edzőtől. A kajakkenu tréner Sári Nándor internetes közösségi portálon keres állást, miután tanítványai elfogynak, klubjával pedig lejárt a szerződése. Pedig egykoron Storz, Horváth Gábor, Vereckei, Kovács Kati, Janis vagy éppen Kammerer is az irányításával dolgozott, úgyhogy a vizes mester légüres térbe kerülésének okait vizsgáljuk most vele. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért fordult segítségért a Facebookon keresztül? állásügyben. ügyben. Mi a helyzet, mi történt? Hát ez történt, amit az előbb elmondott, hogy gyakorlatilag a versenyzők így úgy elfogytak, valami oknál fogva. És hát én nem megmondom őszintén, hogy először gondoltam arra, hogy a hosszú évek kemény egyéb munkái mellett, tehát az edzősközön melletti egyéb harcok, egy kicsit belefáradva, úgy gondoltam, hogy mást próbálok csinálni, sportban tehát, hogy a sportban maradni, Minden uh -huh. sokáig, és nem sokáig technikai vezetőként is dolgoztam egyesületeknél, és hát ilyen jellegű munkát szerettem volna, akkor voltak bizonyos ígérgetések, vagy ígéretek, de aztán ilyen-olyan oknál fogva ez nem jött össze, és akkor egyre jobban elteltek a hónapok és egyre jobban úgy éreztem, hogy, hogy hát újra esetleg utánpótlással szeretnék dolgozni és elkezdeni az alapoktól és hát először a Kajakának szövetség honlapján adtam fel egy ilyen hirdetést, hogy mert szerintem a szakma zöme nem is tudta, hogy Mi gyakorlatilag a én most állás nélkül vagyok, és illetve a december 31-én szerződésben is voltam a kőbányerszével, és hát akkor utána pedig két-három napra felraktam a, a, Facebookra ugyanezt, és a legnagyobb megdöbbenésemre igazán sok szimpátia megnyilatkozás mellett a média megkeresett szinte mindenhol, is és, és felajánlottak a segítségüket. De megkereste a Facebook üzenet, amit közben látunk, a Facebook üzenet óta állásajánlattal valaki. Konkrét állásajánlattal? Nem, senki. De azért még várjuk ki a végét, de egyelőre még nem. Egyelőre nem. Mester, azt mondta, hogy az idősebb, sikeresebb versenyzőit elcsábították. Hogyan lehet elcsábítani egy versenyzőt az edzőjétől, akivel olimpiát nyer? E... Mi ennek a technológiája? Hát, látható, Kozák Danuta egy perc alatt hagyta ott a felit. Nagyon, de hát, de gyakorlatilag... Őt, őt egy férfi csábított el az egyik Ez <laughs> egy férfi csábított. Hát összességében nem mindenkit csábítottak el. Ez egy hosszabb folyamat volt. Gyakorlatilag valaki kiöregedett, Stolzbotont, Horváth Gábor, egyébek. Tehát a, hát, végül is, talán egy, az, a kamerázoli volt, akit elcsábítottak. Tehát igazán már Akire egyébként is. Én a kamera zoli csak neheztelek, tehát haragudni nem haragszom rá, azért, mert edzőt váltott, én nem látom ebben nagy problémát, ez előfordult már mással is, velem is többször, hogy edzőt jött hozzám olyan versenyző, aki edzőt akart váltani. Az ra csak azért neheztelek, mert a mai napig még, ezt nem látod elém is, azt mondta volna, hogy köszönöm, de ezt a, valahány évet és akkor innétől kezdve én most más edzővel próbálom meg a jövőmet, ennyi. Tehát uh -huh. te ezt, ezt elvártam volna, azt gondolom, hogy ez nem egy nagy elvárás. Uh -huh. De egyébként mit tud jobbat, többet ajánlani mondjuk Fábiánné, Kati mint ön egy versenyzőnek, Kamerer ez egy Ez egy érdekes helyzet volt, mert gyakorlatilag a válogatás elvek a 2012-es olimpiára egy olyan helyzetet teremtettek, ahol összességében várható volt, hogy néhány versenyző nem fogja tudni teljesíteni, mert ö, ö, nem tudja teljesíteni, ezért ezért kialakult egy olyan helyzet, amelyben például a 2011-es 4 négyesből, például a Boros Gergely ezt nem tudta teljesíteni, tehát magyarul, nem tudtuk összeállítani a válogatók után azt a négyest, amelyel 2011-ben kótát szereztünk, hiába kérleltem a kapitányt, és hogy, hogy, ezt adjon zöld kártyát a Boros Gergelynek, mert mégis csak egy kóta szerző versenyző volt, de nem, nem tette meg, így gyakorlatilag a meglévő lehetőségek mellett gyakor azt beszélte meg a kamera hogy hogy, hogy ez a helyzet előállt, akkor ez a helyzetben, akkor menjen oda és üljön be ebbe a négyesbe, így is történt. Zoli úgy ment el, hogy figyelj Nándi, akkor az edzőm te maradsz, de ezt most meg kell tennem. Én meg úgy voltam vele, hogy teljesen hagytam nyugodtan a, a, a Zoltánt, azért, mert én, azt, én is azt az elvet vallom, hogy egy egységnek, egy kell lenni, és nem szabad több edzőnek lenni. És végül is itt csak azt vettem észre, hogy... Nem jött vissza. Nem, nem jön vissza, igen. Nándor, azt abban a nyilatkozatodban is utalt arra, hogy ön, ön egy, hát hogy mondjam, nem könnyű ember. Tehát elmondja a véleményét, és ebből voltak már konfliktusai. Így van. Szóval Ez is az oka annak, ami most kialakult a helyzet? Igen, elképzelhető, igen. Tehát hogy gyakorlatilag, sokkal nem kedvelik, vagy? Igen, hát gyakorlatilag... Ez a hosszú évek, és ezt az elején mondtam, hogy ez a hosszú évek csatározásai, ami mentek a, a szövetség vezetőivel, meg közöttem, nem volt. Tehát ez, ez, ez óvatatlan, ez a súlódás. Egyébként nem csak én súlódok, hanem a kmi kaja aki ezen a szinten dolgozik, mindenki ugyanezt el tudná mondani, hogy vannak súlódások, és hát ez is gondolom ahhoz vezetett, hogy igazán a szövetségben sem a legnépszerűbbek közé tartozom. Abba viszont nyugtasson meg, hogy azért ez, ez azért nincsen anyagi csődbe. Gondolok arra, hogy egy ilyen sikeredző olimpiai, az az előbb is utaltam rá, kitűnő olimpiai bajnokat nevelt föl, ezért ő is kapott komoly utalmakat, tehát azért, azért nem erről van szó, remélem. Hát hogy jelen pillanatban ebből élek, hát a, a élek, van. összességében, hát még persze tudom valameddig húzni, de azért szeretnék dolgozni, tehát még úgy gondolom, hogy még, még szükség lehetne rám a sportákban. Tehát azért ez egy hivatás meg szenvedély, és nem akar kiszállni belőle. Így van. Azt mondja meg, hogy merre próbálkozik még? Most jó, volt ez a, ez a, ez a Facebook, de hát ez csak egy dolog. Beszélt a szövetségről, onnan se kapott visszajelzést. Hát jelen pillanatban némi nemű ígéreteket még ott kaptam, de hogy esetleg megnézik hogy iroda, lehetőség irodába lenne. irodába be tudna ülni? Tessék, irodába beülne. Hát én nem, hát, irodába, hát én nem konkrét irodába. irodai munkára gondolok, uh -huh. hanem egy ilyen technikai munkára válogatottak uh -huh. körül, ami az én eddigi tapasztalatom, tehát munkám során úgy láttam, hogy szükség lenne. Régen volt is egy, aztán megszűnt ez a dolog. És, és most nincsen egy olyan konkrét technikai munkatársa a, a válogatottak mellett, aki akik kiszolgálják a válogatottat. Utolsó kérdésem egy kicsit ennek a kálváriának az okai között ott húzódik az is, amiről Vasút István szakmai alelnökkel beszélgettünk itt valamelyik nap, hogy egyszerűen a magyar kajakkenúban a szép felszín alatt a legnagyobb gondok éppen a fővárosi műhelyeknél vannak, azok pénztelenségénél. Hát, hát, mondta, hogy megszűnt a szerződése. Kőbányán. Igen, hát gyakorlatilag az a baj, hogy egy nagyon erős és nagyon jó szövetségünk van. Az egyesületek viszont egyik napról a másikra élnek, és, és hát szponzorok, támogatók igazán nincsenek sehol, és hát, és hát ez a legnagyobb probléma többek között. Hát akkor én kitartásra biztatom, és folytassuk azt a beszélgetést, ha már megvan a megoldás. Addig meg, meg kívánom, hogy találja meg. Köszönöm szépen. Hogy Én is köszönöm, állom. köszönöm szépen a lehetőséget.